Sziasztok! Képzeljétek el, hogy már nagyon régóta szerettem volna egy ilyen menő terráriumot a hörcsögnek, és végre sikerült a Wilhabenen kifogni egy tök jó ajánlatot, ami ez a terrárium 30 euróba került, és már hoztuk is el. Olyan, mint az új, úgyhogy szerintem nagyon megérte, annyi volt, hogy ki kellett takarítani. A hörcsögömnek egyébként előtte is elég nagy helye volt, viszont az ketrec volt, és az volt a problémám vele, hogy egy kicsit lapos, ide fog egyébként a monitor helyére kerülni, amit itt már szedünk is szét. Szóval egy kicsit lapos volt, és nem tudtam sokat almozni benne, úgyhogy végre ez a probléma is itt megszűnik. Az egészet egyébként ecetes vízzel próbáltam egy kicsit letörölni, majd utána sima vízzel átmosni az egészet, és olyan lett, mintha új lenne. Ezek a fakis lépcsők hozzá vannak ragasztva, ami lehet, hogy annyiból probléma lesz, hogy nem tudom olyan könnyedén a házikókat berakni, de majd meglátjuk, hogy hogyan is sikerül. Itt láthatjátok az előző ketrecet, illetve a terráriumot, szinte ugyanakkorek. Itt pedig már a berendezett kis helye. Ezt még valószínűleg fogom alakítgatni, de jelenleg így áll. Ameddig az átalakítások zajlottak, gombóc egy kis dobozban volt, és most fog visszaköltözni az óriási terráriumába. Itt még alakítgattam, utána magasabbra emeltem az almot, illetve néhány dolgot kivettem, úgyhogy majd ezt a végén úgyis meg fogom nektek mutatni. Hoppá, itt pedig beesett a gombóc oda, itt még kicsit álmosult, de aztán elkezdte felfedezni az új lakóhelyét. A videó egyébként már kb. 2 hete megvan, viszont nem volt időm összevágni, de ez idő alatt legalább tudok olyan véleményt mondani erről a terráriumról, amit így a használat során sikerült kitapasztalni. Amit nem úgy rendeztem be, ahogy így működőképes lenne, az az alom elválasztó, oda egy magasabb valamit kell szereznem, hiszen összefolyik a papír alom a rendes faforgáccsal, ami nem tetszik, és a másik problémám pedig az, hogy a kerék alá folyamatosan bemegy a faforgács, és ez véget nem tud rendesen pörögni, úgyhogy ide még valamit ki kell találnom, mert ez így hosszú távon nem nagyon lesz jó, hogy minden nap ki kell emelni onnét. Természetesen, ahogy láthatjátok, a kutyámat Merlint, ő nem fogja folyamatosan terrorizálni ott a hörcsögöt, először kíváncsi és megnézi, hogy ki van itt, viszont utána már nem érdekli, úgyhogy ettől nem kell félni, hogy a hörcsög félelemben fog élni. Aztán itt hagyok nektek még néhány kis felvételt, ahogy belakja az egész kis házikóját, és majd hozni fogok még további újítgatásokkal, fejleményekkel kapcsolatos videót, hogy miket alakítgattam. Remélem, hogy tetszeni fog nektek. Nekem nagyon tetszik ez a terrárium, de még mindig nem tökéletes a berendezése, ezen pedig folyamatosan javítgatni és módosítani fogok. Igazából más nem akartam elmondani ebbe a videóba. Köszönöm, ha itt voltatok, és ha végignéztétek. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel, és találkozunk majd legközelebb. Sziasztok!